Közvetett úton a deformerekhez sorolhatók az ízületek, azaz joints. Az új Maya verziókban bocsánat, külön fület kapott, rigging, lagging néven ez a funkció. Ez az ízületeszköz joint tool aktiválva a síkra helyezi el az egymással összefüggő ízületeket, amelyeket, hogyha megnézünk az outlinerben, akkor szépen láthatjuk, hogy ezek az ízület darabok egymáshoz képest hierarchikus elrendezésbe, alá fölé rendeltségi viszonyban vannak. Ebből aztán az is következik, hogy a mozgatásnál a legfelső ízületi pontot, ha mozgatjuk, akkor az egész csontvász, ha úgy tetszik, egész ízületcsoport is mozog, de mozgathatók külön a ízület darabok a fogópontjaikon keresztül, az ízület kapcsolatokon keresztül. Az ízület darabok forgathatók is, és a leglényegesebb dolog, hogy ezeket az ízületeket majd arra használjuk fel, hogy felületek belsejébe beillesztve őket, az ízületekhez hozzárendeljük a felületek egyes pontjait, és ez a kapcsolat olyan tulajdonságot eredményez, hogy a csontváz mozgatásával tudjuk befolyásolni a felület alakját. Módosítani is lehet, tehát be lehet szúrni ízületet a meglévő csontvázba. Ilyenkor a kívánt helyre kattintunk, és a mozgás eszközzel ki is húzzuk abba a nagyságba, ahogy nekünk szimpatikus lenne, és teljes értékű ízületeivé vált a csontváznak. El is lehet tüntetni, ha egy ízületet mondjuk fölöslegesnek tartunk, és a eltüntetett helyén, elején és végén lévő ízületi kapocs automatikusan összekapcsolódik. Fontos még, hogy két ilyen kisebb csontváz vagy végtag esetében létre tudunk hozni párent, azaz szülő kapcsolatot. Először kijelöljük a gyermek csontozatot, majd utána a szülőnek a legfelső ízületét, és utána megnyomjuk a P billentyűt. Ennek hatására a másodikként kijelölt csont szülője lesz a elsőnek kijelölt csontnak, vagy váznak, és együtt tudjuk mozgatni, együtt tudjuk kezelni a két darabot. Megszüntetni is lehet ezt a kapcsolatot úgy, hogy a gyermeket jelöljük ki, tehát a gyermeknek a legfelső szintű csontját, és úgy nyomjuk meg a Shift-P billentyű kombinációt. Ezáltal meg fog szűnni a szülő-gyermek kapcsolat, és látható, hogy el is tűnik az az ízület darab, ami a szülő-gyermek kapcsolatot összekapcsolását biztosította. Feltétlenül említeni kell itt még egy nagyon-nagyon fontos mozgatási lehetőséget, mozgatási tulajdonságot. Ezt a
csontvázat, skeletont beállítjuk egy megfelelő helyzetbe, majd a Ctrl-Select-tel a csontvázat alkotó összes izületet kijelöljük, és megnézzük, hogy a forgatás funkciónál ez mit eredményez. Hát egy ilyen magába záródó forgatási, mozgatási, helyzetváltoztatási lehetőséget kaptunk ezáltal. Karakteranimációnál nagyon-nagyon fontos ez a funkció. Tehát a csontvázakról volt szó, amik arra valók, hogy hozzárendelve az izületeket a felület egyes pontjaihoz, és a csont és az izületeket, és az hozzárendelést létrehozva, a csontvázat az izületeket mozgatva, eredményül azt kapjuk, hogy maga a felület is a izületeknek megfelelő pozíciót veszi fel, tehát meg tudjuk hajlítani, deformálni a felületeket. Hát itt létrehoztunk egy hengerfelületet, és a Join Tool segítségével mindenképp praktikus tipp, hogy valamilyen előoldal vagy fölülnézetben dolgozzunk, tehát ne perspektívikusban, mert kellemetlen meglepetések érhetnek a izületek elhelyezkedését illetően. Tehát megfogjuk a megcélzott felület tetején, és egyszerűen kijelöljük a Join Toolt, és egész segítségével oda kattintunk, ahova az izületi pontokat szeretnénk, majd a legutolsó helyen az Enter-t megnyomva befejeződik a csontrendszer létrehozása, megfelelő számú izülettel. Az Outlinerben megnézhetjük, hogy szép hierarchikus elrendezésben találhatók az izületek. Átkapcsolunk X-ray módra, hogy jól lássuk a csontvázat. Kétféleképpen rendelhetjük ezt a csontot a felülethez. Az egyik a rideg vagy rigid kötés, másik pedig a smooth lágy kötés formációja. Kijelöljük először a csontvázat, utána a Shift Select-tel pedig kijelöljük a megcélzott felületet, amihez a csontozatot szeretnénk rendelni. Majd a Skin menüben a Bind Skin helyett, mert most már az új Maya verziókban csak ez áll rendelkezésre, ha rideg kötést szeretnénk, akkor a parancsorba kell beírnunk a Rigid Bind Skin parancsot. Enter. Ennek hatására ez a merev kötés létrejött. Ennek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy egy izülethez a felületnek egy és csak egy pontja tartozhat, tehát a felület minden pontja egyetlen izülethez tartozik. És hát puding próbálja az evés alapon, megnézzük, hogy ez a hozzárendelés tényleg megtörtént. Látható, hogy ez a kötés, ez a kötődés kapcsolat azért rideg, mert nagyon élesek a hajlatoknak a határvonalai. Megpróbáljuk ugye a hajlítást is, hogy az egész csontvázat egy forgatás segítségével meghajlítjuk. Hajlik vele a skin is, tehát a bőr, a felület, és talán jól látszik, hogy nagyon-nagyon merevek azok a törési pontok, hajlatpontok, amelyek létrejöttek. Merev kötésnél, rigid bindingnál ezen tudunk segíteni, mégpedig úgy, hogy
különböző flexorokat használunk. A flexor maga egy lattice deformer, amit ilyenkor arra fogunk használni, hogy lágyítsuk, puhítsuk ezt a törést. Ismét parancsol, hiszen rideg kötésnél vagyunk. Create flexor window, enter. És itt beállíthatjuk, hogy milyen ízületeknél, milyen mértékben szeretnénk, hát csúnya szóval élve kimerevíteni a hajlatot. Ez a lattice módosító azt csinálja, hogy amíg hatás alatt van a felület, addig csak olyan mértékben engedi hajlani, amilyen mértékben ő létre van hozva. Mivel egy alapvetően lattice deformerről van szó, tehát a paramétereit is tudjuk ennek a deformernek változtatni, tulajdonságait, térbeli elhelyezkedését, hát így valamelyest lehet enyhíteni a hajlatoknak a ridegségén, élességén. A Skin menü Goto Bind Pose pontjával vissza tudunk ugrani egy olyan állapotba, amikor a csontváz és a felület között a kötés létrejött. Animáció készítéskor sokszor van szükségünk erre a kiinduló állapothoz való visszatéréshez. Hát itt a lattice deformert flexort módosítjuk egy-két művelettel, és ha ezt a flexort, az a lattice deformert módosítgatjuk, akkor általában befolyásolni tudjuk a hajlatoknak az élességét. Tehát hajlás helyett törés talán nem fog bekövetkezni a felület hajlításakor. Az Unbind skin-nel tudjuk a kijelölt skin-ről leszedni a csontozatot, amit az outlinerrel való kijelöléssel el is tüntettünk, mint az összes többi deformert, és maradt nekünk újra a cilinder felület és a eredetileg létrehozott csontváz, és megnézzük a talán a leggyakrabban használt binding műveletet, a smooth bindingot, bind skin ablak, és az ablakban pedig a következők állíthatók be. A closest in hierarchy, a hierarchiában a legközelebb ízülethez rendeli a felület pontjait, a closest distance a felületi pontnak az ízülettől számított távolságát veszi alapul a kapcsolat kialakításánál. A max influence egyetlen felületi pontra hány ízület lehet maximum hatással. A drop off rate a távolság növelésével hogyan csökken az ízület által kifejtett hatás. Tehát ezeket a paramétereket tudjuk beállítani, amik nagyon-nagyon fontosak, és az alkalmazás után megnézve egy már ismert hajlítási transformációt, látható, hogy nagyon szépen
lágy hajlás, tehát a felület lágyan hajlott. Ebből aztán az is következik, hogy egy ízülethez több felületi pont is tartozik. Tehát a smooth bindingnál nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy a megfelelő felületi részekre megfelelő ízületek gyakoroljanak hatást. Ezt például ebben a Maya verzióban, de az újabb Maya verziókban még nagyon-nagyon sok nagyon praktikus segédeszköz segíti, de hát animátorként lehet mondani, hogy a felületek csontozása stratégiai jelentőségű a modellek későbbi viselkedését illetően. Még a csontok mozgatásához nagyon-nagyon fontos az úgynevezett inverse kinematika beépítése a vázrendszerbe. És itt Goto Bind Pose-zal visszaállunk az eredeti állapotba. És úgynevezett a csontunknak, az ízület sorozatunknak egy úgynevezett create IKEA handle, tehát kreálunk egy inverse kinematikus kezelőt. A kezelő első pontja, csontváz utolsó pontján, és kész is van, az outlinerben látszik. És utána nincs más dolgunk, mint megnézni a hatást, hogy hát egy ilyen lábizülethez hasonló mozgatási lehetőséget kapunk a inverse kinematika eleje és vége között. Hát karakterek lábainál, kezeinél ezt az élethű mozgatás kialakításához lehet jól használni. Fontos még, hogy a inverse kinematikát csak az IK handle mozgatásával, transformálásával módosíthatjuk.